21 hónapja nem tudjuk és várjuk a választ, mikor hozhatjuk létre végre ténylegesen a Trianon emlékparkot, melyet már 2020. júniusában megszavazott a képviselőtestület. Mulasztásos jogsértésben van az önkormányzat, mely, mivel a képviselőtestület bár egyhangúan megszavazta a hiánypótló Trianon emlékpark létrehozását, de a tavaly június 25-én, sőt már tavaly előtt június 25-én lejárt határidejű határozatot nem követte semmilyen intézkedés, még a hely kijelölése sem, hiába kértem ezt számtalan alkalommal. 2021 tavaszán ezért egyévi képviselői tiszteletdíjat ajánlottam fel az újbudai Trianon emlékpark létrehozására, a botrányos módon beépíteni tervezett, de a civil összefogással egyelőre megmentett úgynevezett saroktelek helyén, hogy az emlékpark létrehozásával egyúttal végleg megmeneküljön a zöld terület a beépítéstől. De ha máshol jön létre az emlékpark, én annak is örülök. A főváros legnépesebb kerületében nincsen emlékhelye a magyarság legnagyobb tragédiájának, több ciklusnyi fideszes vezetés sem volt elég hozzá. Azért polgármester úr 2020-ban ugye a Trianon emlékpark vitájában tett kísérletet arra, hogy az inkább a holokausznak is emlékhelye legyen. A határozat végül úgy szólt, idézem, Újbuda képviselőtestülete 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, kinyilvánítja, hogy a 11. kerületben Trianon emlékpark kialakítását szükségesnek tartja, illetve a megvalósítását támogatja. Na persze azóta is, de idézem még. Határidő 2020. június 25. Felelős dr. László Imre polgármester. Határozatba foglaltuk, hogy jön a felelős ezért polgármester úr, és számtalan alkalommal szorgalmaztam azóta, most ismét kérdezem, mikor vet véget a mulasztásos jogsértésének. Utólagos semmitmondó írásos válasz helyett kérem, hogy most itt feleljen, hogy miért szabotálja a Trianon emlékpark kialakítására vonatkozó határozat végrehajtását. Hol jöhet végre ez az emlékpark? Szavazhat-e Újbuda lakossága a Törőcsik-Mari térhez hasonlóan a lehetséges helyszínekről, beleértve a függetlenségi parkot, melyet önök földobtak, mint szabad elnevezhető közterületet Törőcsik-Mari esetében? Tehát azt gondolom, hogy mivel Újbuda lakossága arra ebben az esetben nem tartott igényt, akkor ez továbbra is fennáll. Említettem már a saroktelek ügyét, melyre ugye egyévi tiszteletdíjamat felajánlottam, és ez az ajánlatom továbbra is él, de ajánlhatom a önök által egy másik utca elnevezés kapcsán felvetett Bartók Béla út és Karolina út találkozását, melyet szintén nem használtak végül fel, és nem neveztek el, tehát névtelen közterületnek minősül. Sőt, szerintem praktikus megoldás lehet egy elvileg tiltott kommunista utca elnevezés megváltoztatása is, az újbudai Por Bertalan, a Tanácsköztársaság hírhedt toborzó plakátjainak tervezőjéről kapta a nevét, aminek megváltoztatása a rendszerváltás egyik adóssága. És mondok még egy ötödik pikáns javaslatot, bár jobban örülnék, ha Horthy Miklós nevét viselné, de kiegyezhetünk egy Trianon emlékparkban is. A Bukarest utca nevet viselő tér esetén, vagy a Bukarest utca végében lévő jelenleg névtelen parkrész elnevezésével. Tehát számtalan lehetőség van, hogy végre ezt az egyhangú lejárt határidejű határozatot végrehajtsuk, és ezáltal az ön mulasztásos jogsértésének véget vessünk. Kérem, hogy fogadja el segítő jobbomat. Köszönöm. Itt valami zűrzavar van, kedves képviselő úr. Jelen pillanatban is a költségvetésünkbe be van tervezve egy olyan sor, ami kifejezetten ennek a kialakítására szolgál. Önöknek nem az a baj, hogy helyet nem ajánlottunk, hiszen első körbe is meg lett ajánlva a Szent Imre kórház mögött lévő kis parkrész. Önök ahhoz ragaszkodnak, hogy a terület az elnevezést viselje. Az, hogy legyen egy ilyen, hogy Trianon Park, és akkor ennek megfelelően jöhet létre a dolog. Nem tudom, az előző ülésünkön is a Rádi képviselő úr fölvetett egy javaslatot, hogy megbeszélték-e, éltek-e vele. Bocsánat, képviselő úr, itt elhangzott valamennyiünk előtt, hogyha ön nem vette föl a kapcsolatot a Rádi képviselő úrral, legalább 50%-ban mondjuk az ön kötelessége lett volna. Tehát szeretném még egyszer mondani, szeretném azt, hogyha végre döntésre jutnának, és nem ahhoz ragaszkodnának egyébként, hogy egy olyan területet nevezzünk el vagy át, ami visel nevet, ami nyilvánvalóan sok mindennel jár az ott élők számára, hátrányt értek alatta, nem maga a hely miatt, hanem a okmányok miatt.
hogy elfogadnák azt a javaslatot, amit mondtunk, és abban a pillanatban az, ami a költségvetésben rendelkezésre áll összeg, akkor annak a kialakítás megkezdésére fordítható. Én azt tudom mondani, a Laszti visszament az öntér felére, hogy várom a választ erre. Köszönöm szépen, polgármester úr, és annyi nagy vonalúságot kérek öntől, hogy egyfajta búcsóajándékként is segítsen ahhoz minket hozzá, hogy ebből a javaslatból tényleg lehessen valami, és lekerüljön ez a teher mindenkiről. Én értékelem polgármester úr nagy vonalúságát, fölvettem Rádi Károllyal a kapcsolatot, de ő jelenleg nem tud olyan közterületet javasolni, amit alkalmasnak talál erre, tehát ez úgymond visszavont javaslatnak minősülhet, hogyha ha jól tudom. Én most tettem 5 javaslatot, azok között olyan is van, ahol senki nem lakik. Én azt kérem polgármester úrtól, hogy legyen ennyire méltányos, hogy ezek közül, vagy akár bármelyik mást támogatja. Valóban a határozatunk úgy szól, hogy Trianon emlékpark létrehozását támogatja, akkor tegyük ezt meg, hogy ez valóságban is létrejön. Köszönjük ezt a felajánlást, de ha mi is tiszteletben tartottuk, hogy ön nem szeretné, hogy ezt a Sós-tófürdőparkot, amit ön így nevez, bár az is egy névtelen közterület, Trianon emlékparknak nevezzük ezt, mi tiszteletben tartjuk. Bába Szilvia korábbi előterjesztő is tiszteletben tartja. Azt kérem, hogy akkor tekintsünk elettől, és találjunk egy olyat, akár az általam javasolt 5 közül, vagy valamilyen új javaslat keretében, akár Rádi Károly javaslatára, ahol végül is elnevezhetünk így egyet, mert azért egy igazi emlékpark akkor méltó, ha így is hívják, nem pedig csak fű alatt hívjuk így, és nevezzük el valóban Sóstófürdőparknak, akár polgármester úr javaslatára azt a parkot is, amit ön így szeretne hívni, és amit a köznyelv lehet, hogy valóban így hívott már eddig is. Köszönöm szépen!